Üdvözöllek benneteket, már találkoztunk, a magyar órát én tartottam nektek, Gömöri Anikó tanítónéni vagyok, Zentáról, a Petőfi Sándor általános iskolából. Ma a matematikát fogjuk gyakorolni, hiszen mindent megtanultatok már, ami a szorzótáblával kapcsolatos, de azért egy kicsit gyakoroljuk a két utolsó szorzótáblát, ami a 8-as és a 9-es. Nézzük a 8-ast. Mondjuk el! Egyszer 8, az 8. Kétszer 8, az 16. Háromszor 8, az 24. Négyszer 8, az 32. Ötször 8, 40. Hatszor 8, 48. Hétszer 8, 56. Nyolcszor 8, 64. Kilencszer 8, 72, és 10-szer 8 az 80. Kicsit gyors, ugye? De a szorzótáblát legalább így kell tudni. Nézzük a 9-est. Egyszer 9, az 9. Kétszer 9, 18. Háromszor 9, 27. Négyszer 9, 36. Ötször 9, 45. Hatszor 9, 54. 7x9, 63, 8x9, 72, 9x9, 81, és 10x9, az 90. Ez is egy gyors út. Kicsit, de így kell tudni a szorzótáblát. Ugye, mivel megtanultuk most már az egészet, ezért nézzünk egy feladatot. 5 sorban 9-9 rózsát ültettünk. Nézzük. Megvan az 5 sor. Mind az 5 sorban 9-9 rózsa van. Mindegyik sorban kiszáradt egy rózsa. Hogy jelöljük azt? Áthúzzuk. Tehát ezek a rózsák kiszáradtak. Az a kérdés, hogy hány rózsa maradt. Hogyan tudjuk ezt fölírni? Hogy használjuk a szorzótáblánkat is. Nézzük. Így van. Egy kis zárójelet is becsempésztünk. Zárójel kinyitva, 5x9, zárójel becsukva. És mínusz, vigyázzunk, mert hogy kiszáradtak, tönkrementek, kivették őket, az ugye elvesztük, tehát az mínusz 5. Egyenlő, először mindig a zárójelet számoljuk, hogyha zárójel van. 5x9 az 45, leírtuk, mínusz az 5, most csak oda másoltuk, és kiszámoltuk, hogy az 40. Válaszoljunk is teljes válasszal, 40 rózsa maradt meg abban a kertben. Jól van. Most pedig szeretném, ha kinyitnátok a tankönyvet a 113-as oldalon. Az is a cím, hogy mit tanultunk meg. Nézzük. Először is a hét napjaival, a hónapokkal és az évszakokkal fogunk foglalkozni. Nézzük. Az első feladatnál a hiányzó napokat kell beírni. Már megvan nekünk a hétfő péntek és a vasárnap, amit a tanicsi lefelejtett, de nálatok benne van a könyvbe. Nézzük. Mi jön a hétfő után? Ezt mindenki biztosan tudja, hiszen péntekig szokott iskola lenni, és a hétfőt nem igazán szeretjük, a pénteket annál inkább. Hétfő, kedd. Írjuk be gyorsan, hogy kedd. Mi jön a kedd után? Szerda. Így van. Na, akkor a péntek előtt, vagy a szerda után, mi van? Csütörtök. Így van. Péntek be van írva. Péntek után jön az a legkedvesebb nap, amikor nincs iskola, és sok-sokat lehet játszani. Az a szombat. És ugye a vasárnap, azt nálatok be volt írva. Na, ha mindenki beírta a hiányzó napokat, akkor nézzük a hónapokat. Írjuk be a megfelelő hónapokat.
Látjátok, hogy a könyvetekben már megjelölték, hogy a február az vagy 28, vagy 29 napos. Ezt tudjuk. Ezen kívül tudjuk, hogy vannak 30 napos hónapok és 31 napos hónapok. Segítek kicsit, ha még nem tudnátok, vagy nem hallottatok róla. Azért van a kezünk, hogy nem csak segít nekünk a számolásban és még sok minden dologban, hanem azért is, hogy a hónapokat könnyebben meg tudjuk jegyezni, milyen, illetve mennyi napból állnak. Nézzük! Én azt szoktam mondani, hogy az első ilyen kis csücskön, mert ugye van egy kis bütyök, egy kis ilyen kis kanál is, még egy kis bütyök, még egy kis kanál is. Minden bütykön, ami van hónap, az mindegyik 31 napos. Nézzük akkor. Ha azt mondom, hogy ide esik a január, akkor az 31 napos. A február természetesen kimarad. Január, február, március. Hol van a március? Egy kis bütykön. Április, az már ide beleesett a kis kanálisba, tehát az 30 napos. Május, szintén a csücsökre esik. Június, az ide le, az viszont 30 napos. Július, megint szintén fönt, tehát 31 napos. Vigyázz, mert ha mellé teszem a másik kezem, az mindjárt bütyökkel kezdődik, tehát augusztus, az is 31. Szeptember, az ide beleesik, 30. Október megint fönt van, 31. November, az ugye ide beleesik, tehát 30. És a december szerintem mindenki tudja, hiszen a legutolsó napon, december 31-én, ugye nagy bulit szoktunk csapni az év utolsó napján. Tehát a december szintén 31 naposra közé tartozik. Olvassuk el, 30 naposak az április, a június, a szeptember és a november. A 31 naposak a január, a március, a május, a július, az augusztus, az október és a december. Nézzük, ide tartoznak még az évszakok. Látjátok a könyvben, hogy 4 üres hely van kihagyva. Nézzük akkor. Írjuk be először azt, hogy most milyen évszakunk van. Ha néha nem is úgy tűnik, de most tavasz van. Így van. Tavasz után jön az az évszak, amit mindenki szerintem a legjobban szeret, az a nyár. A nyár után jön az az évszak, amikor kezdjük az iskolát, az ősz, és az ősz után jön a tél. Így van, amikor hóembert építünk, ha van hó. Jól van, nézzük a következő feladatot. Szorzás 8-al számítsuk ki. 3 oszlopunk van, 2x8, 7x8, 5x8, 10x8, 9x8, 4x8, 6x8, 8x8 és 3x8. Nézzük az első oszlopot. 2x8 az 16. Jó. Mennyi lehet a 7x8? Az egy nagyobb szám. Ha azt mondom, hogy 5-össel kezdődik, akkor az a 56. 5x8, vagy 8x5, ha úgy könnyebb, kinek melyik szorzótábla megy könnyebben, a 8-as vagy az 5-ös, igaz? Mert ugye tudjuk, illetve az előző tancsik már elmondták, hogy meg lehet fordítani, igaz? 5x8, vagy 8x5? Na nézzük. Az kereken 40. Nagyon jó. 10x8, ez könnyű, 80. 9x8, 72, 4x8, 32, 6x8, ez rímel, 40, 48, 8x8, 64, és a 3x8, az 24. Jól van. Nézzük a következő feladatot. Osztás 8-al. Be kell karikázni a 8-al osztható számokat. Mielőtt nekiesnénk,
A legegyszerűbb az, ha mindjárt elkezdjük mondani a szorzótáblát, a nyolcasat. És ha számok szerepelnek benne, mindjárt be is karikázzuk. Nézzük. Egyszer nyolc az nyolc. Van nyolcasunk? Van. Karikázzuk be. Kétszer nyolc az 16. Van-e 16? Van. Azt is karikázzuk be. Háromszor nyolc segít a felső feladat, ha valakinek esetleg még nem menne a szorzótábla. Háromszor nyolc az 24. Van-e 24-esünk? Van. Karikázzuk be. 4x8 az 32. Van 32-es? Van. Szuper. Nézzük tovább. 5x8, 40. Van-e 40-es? Van, egész itt lent. Nézzük. 6x8, 48. Van 48-as egészen a táblázat elején. Nézzük tovább. 7x8, 56. Van 56-os is. 8x8, az 64. Az is van, méghozzá a 32 és a 16-os között. 9x8, az 72. Van-e olyan? Van. És legutolsó, a 10x8, az 80. Az is van. Nagyon jó. Tehát összesen 10 számot kellett bekarikázni. Nézzük tovább. Szorzás 9-el. Számítsuk ki. Nézzük az első feladatot. Két oszlopunk van. Az elsőben a 4, 8, 3, 10, 2, a másodikban pedig a 6, 7, 5, 1, 3 számok vannak, amelyeket a 9-el meg kell szorozni. Nézzük. 4x9 az 36. 8x9, 72. 3x9, 27. 10x9, ez ugye a legkönnyebb, kereken 90, és 2x9 az, vagy 9x2, 18. Jól, nézzük a következőt. 6x9, 54. 7x9, vagy 9x7, 63. 5x9, vagy 9x5, ugye, mert nyugodtan megbírja mindenki fordítani magában, kinek melyik szorzótábla megy könnyebben. 45. 1x9, ezt ugye az könnyű, 9, és 3x9, itt bírunk egy kicsit lesni, hiszen a másik táblázatban is benne volt 27. Nagyon jó. Nézzük az utolsó feladatot. Osztás 9-el. Húzd át azokat a számokat, amelyek nem oszthatók 9-el. Na, lássuk azt a táblázatot. Itt is, ha mondjuk magunkban a 9-es szorzótáblát, akkor tudjuk, hogy melyik számok vannak benne biztosan, és melyikek nem. A 14-et el tudjuk-e osztani 9-el? Ha azt mondom, hogy 9x2, az már 18, viszont 9x1, az 9, akkor a 14 semmiféleképpen nem lehet. A 9-es az benne van, hiszen azt elosztjuk, akkor az 1. Nézzük a 35, nincs, hiszen 9x4, vagy 4x9, az 36, de 35 az nincs. 63 benne van, viszont a 39 szintén nincs benne. Nézzük a 72-t. Ha 72-t elosztjuk 9-szer, az 8. Tehát az benne van. Nézzük a 20-at. Az előbb mondtam, hogy 2x9 az 18, viszont 3x9 az már jóval több, mint a 20, akkor a 20-as sem. És akkor már a 25-ös sem, és a 29-es sem. Nézzük a 90-et. A 90-et, ha elosztom 9-el, az 10. Igaz? Mert 10x9 az 90. No, és a 75? Ha azt mondtuk, hogy a 72 elosztom 9-el, az 8, akkor a 75 az már nem szerepelhet benne. A 63 is, mivel benne van,
ezért a 61 az már nem lehet. Ugyanígy vagyunk a 69-el is, hiszen ilyen szám sincs benne. Nézzük, milyen nincs még benne. 27 az viszont igen, viszont a 88 nincs. Van-e 33-as? Emlékeztek ilyen számra, hogy 33? Nincs. 49? Az sem. 54? Az van. 81 szintén van, hiszen a 81-et úgy elosztom 9-szer, akkor az 9. 85 az már nincs. 18-at, ha elosztom 9-szer, az 2. 42 szintén nincs. Ha már 88 sincs, akkor 66 sem. És ha azt mondtuk, hogy 72 van, de 75 nincs, akkor ez sincs. Áthúztuk azokat a számokat, amelyek nem oszthatóak 9-el. Ma is ügyesen dolgoztatok. Köszönöm szépen a figyelmet!